Kedves nézőink, már a híradóban tegnap is beszámoltunk róla, hogy az utolsó utáni pillanatban Izraelben a Netanyahu ellenes blokk megállapodott egymással, így jelenleg az a helyzet, hogy nem fog sor kerülni ötödik választásra. De hogy valóban így van-e, azt most mindjárt meg fogjuk tudni. Robert Castell, biztonságpolitikai szakértő, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok Jeruzsálemből! Nem is akárhonnan. Szóval biztos, hogy nem fog sor kerülni ötödik választásra a közeljövőben? Hát ezt még nem tudjuk. Ennek, ez egy sok változós egyenlet. Először is meg kell érteni, hogy ami történt, csupán annyi történt, hogy a kormányalapítással megbízott párt vezetője közölte az államelnökkel, hogy megvan a szükséges 61 aláírása ahhoz, hogy kormányt alapítson. Igen. Most van 12 napja arra, hogy ezt a kormányt feleskesse. Ha ez alatt a 12 nap alatt egy, vagy kettő, vagy három, vagy többen az aláírók közül visszavonja az aláírását, akkor automatikusan a parlamenthez kerül, a Knessethez kerül a kormányalakításnak a joga, ami már egy kicsivel bonyolultabb, és a választásoknak az esélye exponenciálisan magasabb lesz. Jó. Azzal, hogy mit az előbb elmondtál, hogy, hogy egy, kettő, három képviselő esetleg visszavonhatja az aláírását, ezzel kérdezem, én azt akarod én mondani, hogy az ügyvezető kormányfő, Benjamin Netanyahu nem nagyon biztos, hogy könnyen engedi el ezt a dolgot. Mármint az, hogy neki át kell adni a miniszterelnöki széket. Ja, szerintem ez egy rossz kérdés. Én azt hiszem, hogy a politikának egyetlen egy alapvető játékszabálya van, hogy semminek nincs vége, ameddig a molett hölgy nem érnek el a végén. Tehát ameddig az ügy le nem zárult, minden játékos megpróbál minden lehetséges eszközt igénybe venni, hogy a saját pozícióját megerősítse, megtartsa, stb. Ez teljesen legitim. Én azt hiszem, hogy általában van egy dramatizálás annak, ami most történik a választásokon. Én azt hiszem, hogy amit most látunk, azt láttuk ezelőtt 20 évvel, meg ezelőtt 30 évvel, meg ezelőtt 40 évvel, itt nincs semmi különleges. Nincs olyan nap alatt. Csak mi szeretnénk magunkat és a korunkat különlegesnek találni. Világos. Az, hogy mennyire lehet életképes egy olyan koalíció, amit csak és kizárólag azt tart össze, hogy bármi, csak Bibi ne. Hát ez egy jó kérdés. Itt a kérdés az, hogy a koalíciónak a tagjai mennyire képesek okosan és mérsékelten tolni előre az érdekeiket. Mert hogyha mindenki úgy áll hozzá, hogy ez most egy ilyen végkiárusítás, és ez a kormány amúgy is megbukik egy pár hónapon belül, és mindenki elkezd vadigényeket támasztani a koalícióval szembe, akkor pont 5,5 perc alatt újabb választásokat fogunk kiírni. Ez egy olyan kormány lesz, egy olyan koalíció lesz, aminek a karbantartási költségei nagyon magasak. Nagyon, nagyon magas odafigyelést igényel az, hogy ezt a konglomerátumot együtt lehessen tartani. És ameddig a tagok, a koalíciónak a tagjai felelősen és mérsékelten politizálnak, ez egy hosszú életű kormány lehet. Ha mindenki elkezd dobálózni az igényeivel, akkor tényleg egy szeptemberre már új választások lesznek. Jó, ez nagyon érdekes. Izraelt, ha lehet ilyet kérdezni általánosságban, mennyire rázza meg ez a helyzet? Vagy inkább az emberek szeretnének továbbra is kinülni a kedvenc kávézójuk teraszán, kávézni, lemenni a tengerre, és annyira nem rázza meg őket a kormányalakítás ide-oda? Azt hiszem, van egy általános fáradtság, így ami az érzések szintjét illeti, van egy általános fáradtság, fásultság, cinizmus, egy óriási adag cinizmus evel kapcsolatban, és ez az éremnek az egyik oldala. Az érem másik oldala az, hogy ez a kormányválság, ez a politikai instabilitás mondjuk úgy már 2,5 éve tart. És ezzel a 2,5 év alatt az ország aláírt egy sor békeszerződést arab országokkal, sikerült megnyernünk egy ilyen háborút, vagy egy félháborút, sikerült a koronavírust visszaszorítani talán elsőként a világon, és akkor az emberek megkérdezik,
maguktól, hogy igazán szükségünk van erre az egész játékra, erre az egész mesére. De nyilvánvaló, hogy ez egy ilyen cinikus kérdés, de látjuk, hogy az országnak sikerül megoldani a különböző kihívásokat a politikai válság ellenére is. Az, hogy sikerült megoldani ezeket a válságokat az országnak, az nagyban köszönhető a jelenleg még regnáló miniszterelnöknek. Hogy jutott akkor mégis oda a helyzet, hogy azt mondják a saját pártcsaládjából is, vagy a saját oldalán is azt mondták, hogy hát inkább te most ne. Hát én azt hiszem, hogy úgy tűnik, hogy minden politikusnak van egy bizonyos kihordási ideje. Van egy kihordási idő, és azt hiszem, hogy ez egy teljesen emberi igény, hogy egyrészt a stabilitásra való igény, hogy valami ismert, valami jó, valami jól működő, valami, amit már tudunk, és amit ismerünk, ehhez ragaszkodni, ugyanakkor van egy másik emberi igény a változásra is. Ez a kisembernek a szintjén. És a politikai rendszer szintjén, ezek a politikai rendszerek tulajdonképpen egyik stabilitási pontból a másikba mennek át. És láttuk az utóbbi 2,5 évben, hogy az előző stabilitási pont mennyire föllazul, és mennyire bizonytalanná válik. Tehát ez egy folyamat volt, ez nem egyik napról a másikra. És az, aki próbálja ezt ilyen hősiesen bemutatni, hogy vannak itt az igazság lovagai, akik harcolnak, tudom én, a Santa Richard király ellen, szóval ez kicsit ilyen drámai, de nem így működne, a politika nem így működ. Van egy fáradtság, van egy új generáció, van egy generációs harc is a politikusok között fölnő egy új generáció, aki szintén szeretne leülni a bársony székbe, igaz? Tehát ezek természetes dolgok. Én azt hiszem, hogy Izrael most egy átmeneti stádiumban van, egy újabb stabilitási pont felé, mondjuk úgy. Aha, értettem. Izrael állam megalakulásakor a Közép-Kelet-Európából érkezettek jelentős szerepet játszottak. Most olybá tűnik, hogy ha lesz új kormány, akkor azt lehet olvasni a magyar sajtóban, hogy három magyar származású, magyar gyökerekkel rendelkező minisztere is lehet ennek a kormánynak. Ez az ottani magyar közösségnek, egyáltalán, ha még van ilyen, hogy összetartó valamennyire magyar közösség, ez persze ez is egy kérdés, ez jelent valami pluszt? Hát lehet, hogy a különböző magyar közösségeknek, nem hiszem, hogy beszélhetünk egy izraeli magyar közösségről, vannak izraeli magyar közösségek. Ezek a közösségek megoszlanak politikai világnézet, lakhely, stb. Vonalak mentén, és lehet, hogy nekik ez jelent valami érzelmi dolgot. Azok, akik nincsenek otthon úgy igazán az izraeli politikában, hajlamosak ilyen törzsi gondolkodás szerint szavazni. Láttam, hogy ez egy magyar származású politikus, akkor rászavazom. Van ez is. Ugyanakkor a politikusok szempontjából itt három olyan politikusról van szó, akiknek szerintem az égvilágon semmi kapcsolata nincs a Magyarországgal, vagy a magyar nyelvvel, vagy a magyar kultúrával. Ezek már régi izraeliek, már régóta izraelivé váltak. Jó, azt szeretném még megtudni, és ez beszéltél az előbb erről a furcsa háborúról, amit megnyert ugye Izrael. Ez egy nagyon fontos dolog. Ugyanakkor felszínre hozott, legalábbis a sajtóban ezt lehet olvasni, feszültségeket. Mondjuk olyan településeken, ahol vegyes lakosság van, és hosszú idő óta most lehetett először hallani nagyon komoly összetűzésekről. Lehet ezt a dolgot valahogy kezelni, és egyáltalán mikor lehet újból ugyanaz az átmeneti békés állapot, ami mondjuk volt ezelőtt másfél évvel? Én azt hiszem, hogy 150 éve kezeljük ezeket a dolgokat, ezeket a belső feszültségeket. Ha mondjuk valaki elhiszi a meséket, amiket olvas a megfelelő sajtótermékekben, hogy itt csupán egy ilyen polgárjogi követelésekről van szó, és egyenlőségről, meg testvériségről, meg stb. Ezek a nagy szavak, de nyilván meg van döbbenve, hogy jaj, mi történt, hogy kiborult a Billy. De aki figyelemmel kíséri 150 évnek a történelmét, akkor látja, hogy ezek a fellángolások megtörténtek
Tehát minden emberről több egyszer jött egy ilyen konfliktus. Jön egy újabb generáció, akik félreértik a demokráciát, és azt hiszik, hogy a demokrácia az egy fajta gyengeség, a liberalizmus, a tolerancia egy fajta gyengeség, és akkor megpróbálnak erőszakkal föllépni. Ez különben nem csak ezt a kisebbségi csoportot jellemzi. Vannak más kisebbségi csoportok, akik szintén teljesen legitim igényeik vannak, teljesen igazuk van abban, hogy az igényeik nem kapnak megfelelő választ, ugyanakkor néha tévednek és megpróbálják erőszakkal érvényesíteni az igényeiket. Tehát ami volt, az lesz ebbe a témában, és semmi új nem lesz a Közel-Keleten, garantálnak. Jó. Milyen nyár vár Izraelre? Mert most, hogy legyőzte ugye Izrael a járványt, nyilvánvalóan az izraeli embereknek, hogy finom legyek, tehát már a só mozog a hátsó fertájában, tehát hogy már mennének nagyon, és sokan mennének Izraelbe is. Szerinted milyen nyár várható? Szerintem nagyon optimista. Izrael általában egy optimista hely. Egy optimista meleg nyár várható valószínűleg. Itt a koronavírus korlátozásokat szinte teljesen feloldották. Talán az egyetlen dolog, ami megmaradt, az a maszk viselése belső területeken. Az egyetlen dolog, ami megmaradt. Ezen kívül nyugodtan lehet menni bárhova, csinálni bármit. A gazdaság is beindult, a gazdaság is dübörög, a munkanélküliség is visszatér a válság előtti szintjére, és egyre több ország nyílik meg Izrael előtt, ahova izraeliek utazhatnak, és ahonnan külföldiek utazhatnak be Izraelbe. És én nagyon remélem, hogy Magyarország is meg fog nyílni mindkét irányba, és minél több magyar turista fog ide érkezni. Visszatérve még, ugyanez az utazási lehetőség mondjuk az izraelieknek meg lesz majd szerinted már most nyáron azokban az országokban, amelyekkel megállapodott nem olyan rég Izrael, az Ábrahám terv keretében? Mondjuk mehetnek-e már Dubajba, vagy mennének-e? Én azt hiszem, hogy az első hónapban, amikor a szerződéseket aláírták, 15 ezer izraeli ment el ezekbe az országba, 15 ezer ember. De ugye most hihetetlen szám. Ez borzasztó. A koronavírus alatt, a koronajárvány alatt fogták magukat, 15 ezeren elmentek ezekbe az országba. Valami hihetetlen ez az összekapcsolódási vágy, minket körülölelő arab világgal, ez egy nagyon erős vágy, és egy nagyon erős vágy létezik elmenni, megismerni, találkozni ezekkel az emberekkel. Nagyon pozitív dolog szerintem. Jut eszembe, te ott maradsz Jeruzsálemben, nem fogsz valamikor utazni? Én állandóan utazok, főleg a munkámból kifolyólag, Európába, Amerikába, állandóan utazok. És Magyarországra mikor látogatsz? Hát általában szokott lenni egyszer egy évben jelenésem, van ugyebár családom Magyarországon, és általában egyszer egy évben illik meglátogatni. Néha kétszer is eljövök, ha meghívnak valamelyik egyetemre előadást tartani, vagy konferenciákra, akkor eljövök még egyszer Magyarországra. Általában ez az évi rutinom. Jó, értettem. Én nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondtad. Kicsit segítettél megvilágítani az izraeli belpolitikai helyzetet, és hát nagyon remélem azt, hogy ha mikor jössz valamikor, akkor személyesen is fogunk téged köszönteni, jó? Nagyon szívesen, és szintén Péter, ha te jössz ide Izraelbe, akkor mindenképpen keresd meg, és talán elviszlek egy pár helyre, ahova turisták általában nem jutnak el, és amit úgy fontos, újságíróként fontos megismerni szerintem. Oké, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünk rá, és Shabbat Shalom neked. Shabbat Shalom.